Jó estét kívánok, ez a Kommentár Klub, az M5 televíziós folyóirata, amelyhez a kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban szó lesz a jogállamiság állapotáról a 2006-os rendőrterror idején, valamint beszélni fogunk az 56-os identitásról is. Amivel pedig kezdünk, Gyurcsány Ferenc összödi beszédének nyilvánosságra kerülése után tömegek vonultak az utcára. Az október 23-ai tüntetéseken azonosítószám nélküli rendőrök kegyetlen erőszakkal léptek fel. Az Európai Unió a 2010 előtti jogsértésekre egyszer sem reagált. 2010 óta azonban folyamatosan támadja Magyarországot. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két éve. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Gyurcsány Ferenc 2006-ban az MSZP zárt körű ülésén ismerte be, hogy becsapták a választókat. Az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése után azonban nem mondott le, így a kormány ellen országszerte tömeges tiltakozás hullám indult. A demonstrálók ellen korábban nem tapasztalt eszközökkel léptek fel a rendőrök. A tüntetőket vízágyúval és gumilövedékekkel lőtték, többeket gumibottal vertek meg. Az ablakok be voltak deszkázva, hogy még véletlenül se derüljön ki, hogy mi történik itt az udvaron. Több ártatlan fiatalt a Magyar Rádió udvarára hurcoltak és súlyosan bántalmazták őket. A 2006-os jogsértéseket vizsgáló bizottság alelnöke szerint az áldozatok egy része nem is vett részt a tüntetéseken. Én azokkal a fiúkkal és lányokkal, akikkel találkoztam az első látogatásom során a börtönbe, azokat itt a Magyar Rádió udvarán verték meg, számokat írtak rájuk, és mondták, hogy innentől kezdve nevük nincs is. Csak számok szerint tartják őket nyilván, térdepeltették őket. Nagyon-nagyon brutális volt ez a helyzet. Ékes Ilona hozzátette, ezekkel a jogsértésekkel azonban akkoriban csak néhányan foglalkoztak. Később a rendőrök beszámolói alapján több fiatalt őrizetbe vettek, ellenük eljárást indítottak, azonban a rendőrök közül szinte senkit nem állítottak elő, mivel teljesen szabálytalanul nem viseltek azonosító számot, így hivatalosan nem lehetett megállapítani, hogy kik a felelősök. Bencsik András szerint Brüsszelben a magyar panaszokkal senki nem foglalkozott. Az, hogy a karhatalmi szervet, a rendőrséget, egy ilyen alávaló módszer, hogy levetetik róluk velük a megkülönböztető jelzést, ráúszítják a civil tömegre, ez a legsötétebb időszakokat idézi föl. Tehát erre az Európai Uniónak roppant érzékenyen kellett volna reagálni. Hiába minden, azok, akik a Brüsszelbe próbáltak kiállni, felszólaltak az érdekünkért, ez a intenzív törekvés gyakorlatilag süket fülekre talál. Schiffer András szerint 2006-ban a rendőrök politikai utasításokat hajtottak végre. Ennek ellenére ezek az ügyek nem váltották ki az Európai Unió érdeklődését, csak a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság foglalkozott a rendőrök törvénytelenségeivel. Ilyen brutális, megfélemlítő jellegű rendőri fellépésre 2006 őszét megelőzően nem volt példa Magyarországon, és jegyzem meg, 2009-től kezdve sincs erre példa. Én azt gondolom, hogy az adott tiltakozások politikai megítélésétől függetlenül azt el lehet mondani, hogy a legélesebb konfliktusoknál és a legindulatosabb tüntetéseknél is az elmúlt években a magyar rendőrség példamutatóan járt el. Lomnici Zoltán emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió 2010 előtt sem gazdasági, sem jogállamisági, sem pedig korrupciós ügyekben nem avatkozott bele, pedig lett volna rá oka. Példaként említette, hogy a 2006-2008 közötti tüntetéseken a gyülekezési jogot, a szólás és véleményszabadság jogát is többször megsértették. Az alkotmányjogász szerint a Gyurcsány kormány, majd a Bajnai kormány a súlyos jogállamisági és gazdasági problémák ellenére végig elveszte a brüsszeli elit támogatását. 2010 után pedig ennek pont az ellenkezőjét láthatjuk, tehát nincsenek valódi
jogsérelmek. Nincsen olyan konkrét, valós Magyarország vagy Lengyelország tekintetében felmutatható kritika, amely indokolná ezt a vehemenciát a két országgal szemben, vagy akár a V4-ekkel, vagy Szlovéniával szemben. 2010 óta ugyanis folyamatosan indulnak uniós vizsgálatok Magyarország ellen. Ennek csúcsa a hetes cikkely szerinti eljárás volt, amelyben kritizálták a magyar választási rendszert, az igazságszolgáltatást, a magánélet védelmét, a vallásszabadságot, sőt a hagyományos családmodell ellen is felszólaltak. Súlyos veszélyben vannak az uniós értékek Magyarországon. Magyarországon a demokrácia csak álca. A magyar kormány teljes erővel halad a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok korlátozása felé. Gyurcsány Ferenctől ma sem áll távol az agresszív viselkedés. Erre hívta fel a figyelmet Apáti Bence videójában. Szerinte nem csak a volt miniszterelnök, hanem szövetségesei is követik példáját. De emlékezetes szarvas koppány Bendegúz lámpavasazása, vagy Vadai Ágnes ruandai párhuzama. A publicista úgy véli, ha Gyurcsány Ferenc vagy szövetségesei kerülnek újra hatalomra, akkor megismétlődhetnek a rendőrterror eseményei, mivel 2016-ban az ellenzék már bebizonyította, hogy számukra minden eszköz megengedett a hatalom biztosítására. Megdöbbentő képsorokat láttunk. Legszívesebben nem is hinnénk el, hogy 15 esztendővel ezelőtt ez megtörténhetett Budapesten, Magyarországon, Európában. Vendégeim ma este Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője, Czopf Áron eszmetörténész, Nagy Ervin filozófus, a 21. század intézet elemzője, és Kötter Tamás író, jogász. Jó estét kívánok, szervusztok! Hát akkor kezdjük ezzel, ugye tényleg megdöbbentőek ezek a képsorok. 15 esztendővel ezelőtt történt október 23-án. Mi az oka annak, hogy Brüsszel csendben volt akkor? Ugye ez nagyon élesen kijött, hogy 2010 előtti jogsértésekre egyáltalán semmilyen reakció nem volt, azóta pedig, ha nincs jogsértés, akkor is van valami. Nyilvánvalóan politikai okai vannak, tehát hogyha a legegyszerűbb olvasatot nézzük, akkor egy politikai kettős mérce van. Egyébként én úgy gondolom, hogy picit rosszul vívjuk ezt a küzdelmet, a jogállamiság küzdelmét. Azért vívjuk rosszul, mert megpróbáljuk definiálni a jogállamiságot, és megpróbálunk az a liberális definícióra válaszokat adni. Tehát amikor azt mondják a liberálisok, hogy szerintük ez és ez a pont benne kell, hogy legyen a jogállamiságban, akkor mi elkezdünk egy ilyen értelmiségi vitát folytatni, elkezdjük elővenni a jogfilozófiai, a jogtörténeti, vagy a politológiai ismereteinket, és elkezdjük állítani, hogy nem, a jogállamiság nem ezt jelenti. Ezt a küzdelemet szerintem politikailag kellene megvívni. Aki a jogállamiságot ma definiálja, annak hatalom van a kezében. Tehát nem a definíciónak a vitáját kellene megnyitnunk, hanem meg kéne szereznünk a definícióhoz való előjogot. Mire gondolok, hogyha már itt az LMBTQ dolgok felmerültek ugye ebbe a bejátszóban is, mint amit megpróbálnak a liberálisok beletenni a jogállamiság fogalmába, akkor nekünk azt kellene mondanunk, hogy szerintünk a jogállamiság fogalmába benne van az, hogy a hagyományos családokat védeni kell. Tudom, hogy ez egy megdöbbentő gondolat, de ők is ugyanezt teszik, tehát ez egy inverze lenne annak a gondolatnak. Tehát meg kellene szereznünk az előjogot ahhoz, hogy mi definiáljuk a saját jogállamisági fogalmunkat. És akkor már partiban vagyunk ebben a versenyben. Ha ahhoz megyünk vissza, hogy a jogállam az hogyan jött létre, mint fogalom, akkor mindig a rendőrállamnak az ellen fogalmaként használták. Tehát a rendőrállam az, ahol a kényszer uralkodik, ahol az állampolgár soha nem lehet biztosabban, hogy ő most megfelele a normáknak, vagy pedig nem, állandó bizonytalanságban tartják az állampolgárokat, és mindig ott lebeg a lehetősége annak, hogy valójában bűnös, még akkor is, hogyha semmit sem tesz. Ugye a nemzetbiztonsági részéről ugye ki is adtak 2006-ban egy közleményt, amiben az szerepelt, hogy puszta jelenlétük révén is bűnelkövetőkké válhatnak azok. Kicsit misztikusan fogalmazták ezt a közleményt meg. Pszichikai bűnsegédet akartak talán. De azt nagyon jól mutatja, hogy hogyan próbálták meg a politikai véleménynyilvánításnak, meg az egyesülési szabadságnak a kategóriáit kriminalizálni, benyomni egy ilyen kategóriába. Hát ami 2006-ban történt, az kétségkívül nem a jogállam fogalmának felel meg, ami az önkéntes normakövetésnek a
legitim feltételrendszerét adja az állampolgároknak, ahol biztonságban érezhetik magukat, hanem a rendőrállamnak a fogalmához áll közel, ahol viszont nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk. És ott az utcán olyan embereket vertek össze, akik azt se tudták, hogy mi történik. Ebben egyébként kétségtelenül igazad van, én azt, amit előbb mondtam, én látom, hogy meglepődtetek egy picikét, én ezt azért mondtam, hogy ne várjuk el az Európai Uniótól, hogy ő olyan esetekben kinyilvánítsa a véleményét, amikor a baloldalról, amikor a liberálisokról van szó, vagy az liberálisok által elkövetett jogtiprásról van szó. Én erre céloztam. Én meg azt gondolom, hogy jogászként, hogy annyit beszélünk a jogállamról, de végül is leszögezhetjük, hogy pontos definíciója nincs. Azt viszont leszögezhetjük a kedves nézőknek, és ha bármikor vitába keverednek baloldali barátainkkal, hogy Magyarországon demokrácia van, ehhez három nagyon egyszerű elemnek kell megvalósulnia, rendszeres időközönként választásokat tartsanak, ezen legalább két versengő elő induljon el, és az állampolgároknak, a választópolgároknak legyen lehetőségük arra, hogy megismerjék ezeknek a versengő erőknek a programját, elképzeléseit. Mind a három pipa, én azt gondolom, Magyarországon, plusz a jog uralkodik, és nem az önkény. De szerintem ennek az első gondolatoddal értenék inkább egyet, ennek politikai okai vannak, a politika viszont valahonnan jön, és ez egy kulturális, tektonikus ellentét, ami feszül. Szerintem Békés Márton nagyon jól megfogalmazta a kommentár eddig számában a Keleten a helyzet változóban című cikkében, amikor azt mondja, hogy a csatlakozásunk időpontjában volt egy történelmi pillanat, amikor a szív és az ész összeért, és mi tényleg ahhoz a nyugathoz csatlakoztunk, amihez akartunk volna, csak nem vettük észre, hogy egy útelágazáshoz értünk szó szerint, és egyesével ellentétben ki tudom mondani, és ők már elindultak ebbe a neomarxista filozófia, ami LMBTQ és társai irányába, mi pedig a klasszikus liberalizmust, a klasszikus nyugatot akartuk utánozni, és akkor volt a részükről egy nagyon-nagyon erős elvárás velünk szembe, ami konfliktust generált, és ez a konfliktus politikai lett, amit pedig jogiasítottak, mert nem tudják lejátszani kulturálisan, mert akkor ki kéne tenni a lapokat az asztalra. Ez a konfliktus pedig az, hogy úgy gondolták, hogy nekünk ugyanúgy kéne viselkednünk, mint az NDK-nak, a NDK viselkedett az NSZK-val szembe, tehát amikor bekebelezte az NSZK és létrejött újra az Egységes Németország, akkor az NDK teljes fegyvertelenítést hajtott végre, mind államigazgatásba, gazdaságba és kultúrába is. És ugyanezt várták el tőlünk. És 89-90-nek a nagysága, szépsége és értelme, kedves nézők, az volt, nem az volt, hogy mi betagozódunk a nyugatba, és holnaptól elkezdjük az ő kulturális kódjaikat használni, amiket átültetünk politikába, illetve átadjuk a gazdasági terünket nekik, és golflabdákat szedünk majd a golfpályán a ide érkező gyarmatosítóknak, hanem arról szólt, egyetlen egy dologról szól, ami a demokráciának az alapja, hogy mi magunk döntünk a sorsunkról. Ez az értéke, értelme, célja és nagyszerűsége 89-90-nek. Minden más az szerintem mellébeszélés, és ez a szuverenitás kérdés veri ki a biztosítékot folyamatosan újra és újra Nyugat-Európába, amit aztán jogiasítanak és jogi formában támadnak. Csak egy gondolatot tennék hozzá, és szerintem erre nem tudunk nem elégszer emlékezni, hogy 2006 az 1956-os forradalmunknak és szabadságharcunknak az 50. évfordulója volt. Tehát, hogy nem egy átlagos napon, vagy egy azt mondjuk, hogy egy áprilisi délutánon történtek meg ezek a dolgok, hanem gyakorlatilag az 50. évfordulón, ami a magyar szabadság, az, hogy mi itt tudunk beszélgetni, az, hogy mi egyáltalán a 70-es, 80-as években, vagy az én esetemben a szüleim a tükörbe tudtak nézni, az 56-nak volt köszönhető. Mert voltak akik odaálltak, és mindent az asztalra téve, mindent kockára téve, ezen el nem gondolkozva. Azt hiszem az Eldorado című filmben van egy másfél perces jelenet, ami tökéletesen ezt összefoglalja, amit te is mondasz. Így van, tehát ez azt gondolom, hogy ez a mi erkölcsi tőkénk, amiből táplálkozunk. És tényleg ez egy olyan szimbolikus esemény, hogy 2006-ban gyakorlatilag egy bűncselekményt hajt végre az állam a saját polgáraival szembe, leveszik a jelzéseket, azonosíthatatlanná válnak. Egy pszichikai bűncselekményt a véleményem szerint az, amikor rendőröket belehajszolnak abba, hogy igen, neked most ütnöd kell, és te most egy felfokozott érzelmi állapotba kerülsz, hogy ilyen 50
50 év szimbolikusan, pontosan 50 évvel később meg tud történni, az egész egyszerűen elképesztő, és ez, amire nagyon kell figyelnünk, és ezek azok az intőjelek, amelyeket azt gondolom, hogy 20 év múlva, de 100 év múlva se fog a magyarság érteni. Csak egy gondolat erejéig, mint jogászként, nem íróként teszem hozzá, az, hogy eltávolították PAUK-ról az azonosításhoz szükséges jeleket, előre kitervelt bűncselekményt hajtottak végre. Ez egy előre kitervelt, eltervezett bűncselekmény sorozat volt, ennek az egyik nagyon fontos aspektusa volt, hogy azonosításra alkalmatlanná tették az azt végrehajtó személyeket. Simasz plusz számok eltávolítása. Ez annyira egyértelmű, azt gondolom, annyira életszerű, ahogy a bíróság fogalmazna, hogy ez mindenképpen a minősítése legalábbis megállja a helyét, még ha az elkövetőket nem is tudjuk azonosítani, pont emiatt. És hát pont a mostani Mandiner számban van Skapsi Fruzsinának egy írásról visszaemlékszik, hogy tényleg például a másnap, meg akik bekerültek kórházba, és a különböző sérüléseket elláttatták, kikérték a kórházi adatokat, és a kórházi adatok alapján tartóztattak le embereket, vontak felelősségre embereket, mert hogy akkor nyilvánvalóan ott jártak, és részt vettek valamilyen eseményen, és éppen ezért bizonyos emberek arra kényszerültek, hogy titokban kapjanak orvosi ellátást, hogy utána a rendőrség ne tudja kikérni azokat az adatokat. Ezek így a mai fejjel ilyen felfoghatatlan dolgok, és tényleg amikor arról beszélünk, hogy jogállamiság, meg ilyen EU-s eljárás, és akkor ezek meg úgy elsikkadtak, úgy átsiklott rajtuk az idő. Beszéljünk arról is, ami utána történt, mert azért utána az is történt, hogy bírósági ítéletek is születtek, és most rád nézek, mint jogászra. Tehát bírósági ítéletek születtek, nem is akármilyen bírósági ítéletek. Embereket ítéltek el, ugye rendőröket nem igen, de azokat, akik megszenvedték ezt a terrort, azokat viszont igen. Előzetes letartóztatásba helyezték őket első fokon, egyébként minden bírót, aki ebben részt vett, azt elő kéne venni, és szégyeljék, innen is üzenem nekik, szégyeljék magukat, mert politikai utasítást hajtottak végre, és a másodfokú bíróságok valamennyiüket majdnem kivétel nélkül szabadlábra helyezték. Tehát bemondás alapján, azonosítási szám nélkül ellátott símaszkos rendőröknek a bemondása alapján, akik minden jogállami követelményt, ami létezik, amiről zárom, nagyon, nagyon okosan beszélt, filozófiai szinten megszegtek, szót ezeknek az embereknek a szavának helyt adtak, még a védekezésnek szinte semmit, és minden elismerés azoké az ügyvédeké, meg másodfokú bíráké, akik ezzel az önkénnyel, ezzel az előre eltervezett politikai bűncselekménnyel szembe mertek szállni, és nemet tudtak mondani. Nekik viszont minden elismerésem. Elő lehet venni Kormos Valériának az Embervadászat utasítása címkönyvét. Az nagyon szépen dokumentálja ezt az időszakot és ezt a harcot, ezt a küzdelmet, amiről beszélsz. Ajánlom mindenkinek figyelmébe. De hogyha már ilyen harc és küzdelem, akkor nézzük meg azt, hogy mi történt Magyarországon, mi történt az EU-ban. Tehát a bírósági ítéletekre se volt jogállamisági reakció az EU-ból, ez az egyik kérdésem. A másik pedig a magyarországi civil szervezetekről beszélünk. Sorra lehetne mondani ezeket a civil szervezeteket. Tőlük tudtok-e valamilyen reakcióról, odaálltak-e az áldozatok mellé, stb. Stb. Vagy éppen mondjuk az Unió előtt képviselték-e azt az álláspontot, hogy Magyarországot, mint ahogy most gyakorta halljuk, Magyarországot most már jól lenne figyelmeztetni egy-két jogállamisági normára. Hát nyilvánvalóan politikai okok miatt nem tették. Tehát ez az, amiről beszéltünk itt a műsor elején. Egyébként volt egy kivétel, mert a TASZ-ban volt néhány ügyvéd, aki foglalkozott az esettel, Siffer András vezetésével, így van. Tehát azért ezt azért fontos kiemelni és fontos hangsúlyozni, de ez inkább emberen múlott. Tehát ez nem a szervezet részéről, hanem a szervezetben lévő emberen múlott, hogy foglalkozott ezzel az esettel. Egyébként azok, akik felvállalták ezeket az ügyeket, azok nagyon nagyot kockáztattak. Azon az oldalon is, tehát a bal oldalon is. Sőt, tovább megyek, nem csak jogászokról van szó, hanem közéleti személyekről is. Én emlékszem rá is, talán ez égett be leginkább a tévénézőnek az elméjébe, amikor Hajós András kiállt a Hír TV-be is, ugye arról beszélt, hogy le kell mondani a Gyurcsány Ferencnek. Azért Hajós András sok mindennel vádolható, de azzal nem, hogy jobboldali lenne. Utána őt támadták, őt megpróbálták ellehetetleníteni. Tehát azért nagyot kockáztatott az az ember a baloldali közösségben, aki kimerte nyitni a száját, tehát aki mert reagálni a valóságra, aki kimerte mondani azt, ami igaz. Azt hiszem, ahol Siffer András áll, ott mindig a jogállam is áll. Úgy nagy vonalakban elmondhatjuk Andrásról, remek kollégám,
ugyanannál kiadónál vagyunk, és politikus is volt, remélem még visszatér, ahol ő áll, ott nagy valószínűséggel a jogállam zászlaja is lobog. Na hát, bocsánat, még egy gondolat, ami szerintem nagyon fontos, én ezekben az években sok időt töltöttem Németországban, és emlékszem, hogy professzoraimnak, barátaimnak kellett elmagyaráznom, hogy azok a magyar neves értelmiségiek, akik elmagyarázták az összödi beszédtől kezdve a szeptemberi történések, az október 23-a, és emlékszem egy beszélgetésről, hogy egy müncheni professzorral beszélgettem, és éppen akkor talán a Süddeutsche Zeitungban, vagy a Frankfurter Allgemeine Zeitungban volt egy magyar neves balliberális értelmiségének egy cikke, és utána jött oda, hogy hát mennyire jól írja, és mennyire igaza van. Tehát látszódott, hogy volt egy ilyen nagyon erős elmagyarázása, egy balliberális narratívája a nyugati sajtóban ennek, hogy mi is történt Magyarországon, és hát arra meg emlékezhetünk, hogy például Heller Ágnes hogyan nyilatkozott, és hogy elhangzott, hogy nem voltak ilyen hozzáteszem, lövések. Hogy ezek a megalva struktúrák Békés Márton szavaival most is a főbűnösnek a háta mögött állnak, a DK háta mögött, és ugyanúgy próbálják elmagyarázni. Ezenként ezt azért jó, hogy mondtad, mert ugye most is felmerült az aktuál politikában annak a kérdése, hogyha egy kormányváltás lenne, akkor milyen világ következne. Ha halljuk az ellenzéki pártoknak az ígérgetéseit, akkor azt értjük, vagy azt halljuk, hogy ők bizony a jogállamiságot is felszámolnák az elszámoltatás vagy leszámolás nevében. Tehát ha kell, ugye az alkotmányt is illegitimnek mondanák. És akkor itt jön fel újra az a kérdés, hogy miért várjuk mi el az Európai Unió bármelyik politikai csoportjától, bármelyik intézményi struktúrájától, amelyik politikailag nyilvánul meg, hogy ő abban a pillanatban felszólalna, hogyha egy magyar ellenzék hatalomra jutna, és mondjuk a magyar alkotmányt illegitimé tenni. Tehát szerintem ugyanolyan csend lenne, mint amilyen csend volt akkor, 2006 után. De akkor csendben én meg megjegyzem, hogy legutóbb volt a CNN-ben egy interjú, és annak egy Magyarország interpretációját olvastam el, abban az volt, hogy az ellenzéki miniszterelnök jelölt, az azt nyilatkozza, hogy Magyarországon nincs alkotmány. Most nem tudom, hogy ez a kérdésben volt-e benne, vagy ő nyilatkozta, minden esetre a cikkben ez szerepelt. Tehát itt azért van egy-két kérdője. Igen, egyébként Lengyelországgal kapcsolatosan ugye most kimondta a parlament, hogy illegitim az alkotmánybíróság. Tehát azért ne legyünk naívak, tehát ez egy politikai küzdelem, és a politikai küzdelemben nagyon sok olyan eszköz van, ami túlmutat az értelmiségi vitákon. De nagyon könnyedén előfordulhat egy olyan helyzet, hogy azt fogják mondani, és mondjuk megszavazza az Európai Parlament, hogy a magyar alkotmány illegitim. És abban a pillanatban, hogyha itt egy kormányváltás van, akkor mit fogunk tenni? Akkor hol fogjuk mi ezeket a vitákat megvívni? Tehát azért ez egy nagyon veszélyes történet. De ez látszik, hogy például ebben a lengyel ügyben az Európai Parlament az egy nagyon tévúton járt. Látszik, hogy egy politikailag megválasztott szervezet, tehát egy politikailag megválasztott, tehát valamilyen listákra szavazhatnak ugye az európai polgárok, tehát egy politikai szervezet, mert egy parlament az mindig az, ő jogi kérdésekbe elmondja, egy jogi legitimitási kérdésben elmondja az ő véleményét, sőt azt mondja, hogy ez így legyen, vagy ne így legyen. Tehát hogy lehet, hogy egy nem politikai kérdésben egy politikai szervezet, aminek politikát csinálni a feladata, mond ki ilyen véleményt. Tehát én azt gondolom, hogy ez viszonylag, a nézők is értetik, hogy egy viszonylag könnyen cáfolható. Éppen politikát csinál. Éppen politikát csinál azzal, hogy azt mondja, hogy ennyivel a szervezet is feloszlasztatja a lengyel parlamentet. Tehát ez azért írtó gyenge lábakon áll, ha látják, akkor ezt nagyon gyorsan be fogják szerintem fejezni, mert ez nagyon kontraproduktív. Viszont a nyugati elit az, hogy lássuk ennek szerintem a horizontját történetileg tágabban, az nem csak 2006-ban, vagy most 2021-ben gondolja azt, hogy Magyarországon neki a partnere az elsősorban a progresszív szociálliberális oldal, ami 2006-ban hatalmon volt, hanem már a rendszerváltáshoz is így viszonyultak. Hogyha már rendszerváltás van, amit nyugatról nem feltétlen akartak, hiszen az megbolygatja a viszonyokat, de ha már rendszerváltás van, hogyha egy geopolitikai átrendeződés közepén vagyunk, akkor működjünk azokkal, akiknek megvan a kellő felkészültsége, kormányzó képessége, beágyazottsága. És akivel együtt vadásztak. És akikkel együtt vadásztak, akikkel diplomáciai és egyéb módokon, és ne felejtjük el, korrupciós összeszövődések is voltak ugye nyugati irányba. Bocsánat, csak Borvendég Zsuzsanna kutatásaiból tudjuk, hogy együtt vadásztak 57 óta.
Ez szóval is fontos. Ezt még, igen, ezt még a 45 óta. Ezt még a folytonosság kérdéséhez, tehát egy progresszív politikai és intellektuális elit képviseli úgymond azt, amihez társítani tudják nyugatról, a jogállamiságot, mint harci fogalmat, ahogy ezt Ervin kiemelte. Nagyon helyesen, mert ez tényleg egy kiüresedett harci fogalommá vált, hogy jogállam. Nyilván probléma, hiszen akkor nehéz erről beszélni. Tényleg ezt vissza kell vezetni ahhoz, hogy ha a jogszabályoknak megfelelő, tehát hogy a bíróságoknak a jogszabályokhoz illeszkedő döntései születnek, vagy hogyha a jogbiztonság az jelen van Magyarországon, akkor beszélhetünk, és ezt magyarok tudják megmondani, hogy van-e Magyarországon jogállamiság. Ezt univerzális mércék szerint, meg nemzetközi standardek szerint, ahogy ezt te is kiemelted, ezt nem lehet így meghatározni. No, az a kérdésem, hogy láttátok-e már a 2006 őszéről szóló filmet, ezt az új filmet, ami most egy-két napja jelent meg, talán két napja, három napja volt a bemutatója. Többen láttátok már, úgy látom. Jó. Na most Brüsszelben is lesz bemutatója. Mi az oka annak, hogy Brüsszelben is ki kell vinni ezt a filmet? Ez, amiről beszéltünk? Hát a szembesítés szerintem a politika egyik legfontosabb eszköze. Mert úgy gondolod, hogy be fognak ülni az Európa Parlament? Nem, ez nem az Európa Parlament tagjainak szól, az olyan őrült frakcióknak, akik bezáratják az atomerőműveket és átkapcsolnak szénerőművekre, mert a nap nem mindig süt, meg éjszaka, meg főleg nem süt. Most a német klímapolitikáról beszélsz. Nem, ez egy utópia fogságában van Európa. Szebbik nyugati fele, ami megúszta az elmúlt 40 évet, amit ránk szabadítottak, ahogy átadtak bennünket az oroszoknak, és ebbe a csipkerózsika államba bizony belepiszkítunk néha-néha mi V4-ek. A film, hogy kivisszük, az nekünk szól, én azt gondolom, nekünk magyaroknak ez is egy szuverenitás kérdés, egy büszkeség kérdés, azt gondolom, hogy megmutatjuk nekik magunkat, megmutatjuk azt, hogy képesek vagyunk önállóan másképp gondolkodni az életről, mint ők, tekintettel arra, hogy más a történelmi fejlődésünk, más a geopolitikai, geostratégiai helyzetünk, és az életnek a tragikumát egy kicsit másképp látjuk, mint ők. És ez a legnagyobb probléma, ez a mély tektonikus probléma köztük meg közöttünk, hogy ők nem fogadják, azt mondják, hogy mindent tanuljunk meg tőlük, minden kódot vegyünk át, azonnal hasonoljunk hozzájuk, tehát váljunk egy ahogy Fekete Győr András szeretné, egy Finnországgá, vagy Woody Allen figurázza ki ezt az egészet a Banán Köztársaságban, amikor a Fidel Castro-t játszó színész azt mondja, hogy bejelentem első intézkedésemet, mától kezdve a hivatalos nyelv a svéd, egy kubaszerű országban. Tehát értjük, és mi pedig erre nem vagyunk hajlandóak, mert megértettük azt, hogy a mi sorsunkban magunknak kell dönteni, és ez egy áthidalhatatlan konfliktus, és ebből a konfliktusból ők nem hajlandóak kiszabadulni, és nem fogadják el, hogy nekünk is vannak tapasztalataink, fontos tapasztalataink, amelyeket ők föl tudnának használni, például a diktatúra tapasztalatok, és ők is tanulhatnának tőlünk. Nem, nekünk mindig mindent el kell fogadnunk. Tehát magyarul egy identitás gazda váltás történt az ő szemükben, a Szovjetunió gyarmatbirodalma megszűnt, és átkerült a nyugathoz, vagy ahogy Soros György fogalmazott, mostantól a Soros Birodalomhoz. Igen. Bocsánat, csak egy gondolat ehhez, hogy talán ez nekem egy ikonikus, és nagyon sokszor megnézek ilyen régi beszélgetéseket, vitákat a YouTube-on, és valami talán az Antal Kis János vitában van, hogy tényleg ott nagyon sokszor előmerül, hogy amikor már nincs több ér... Bocsánat, csak 1990 ugye választási kampány idejében volt ez a vita. Így van. De később is, tehát gyakorlatilag a teljes első Antal kormány időszakában, hogyha nézzük beszélgetéseket, vitákat, jegyzőkönyveket, rendszeresen elhangzik, hogy amikor már nincs több érv, na jó, de a nyugat mit fog szólni? És akkor gyakorlatilag tényleg ebben éltünk, hogy jó, de a nyugat mit fog szólni? Ez egy ilyen végső érv volt, hogy igen, lehet, hogy igazatok van, de a nyugat mit fog szólni? És gyakorlatilag ebbe történt egy cezúra-szerű paradigmaváltás, és ebbe az egész régiónkban egyszerre változott meg valami, hogy észrevettük, hogy vannak saját érdekeink, mi úgy tudunk nyugatiak lenni, hogy egyben magyarok maradunk, szlovákok maradunk, lengyelek maradunk, és persze fontos az, hogy meghallgassuk mások véleményét, de egy vitának az eldöntését nem avval zárjuk, hogy jó,
a nyugat mit fog szólni, és akkor meghallgatjuk, hanem igenis azoknak a vitáknak legyenek, és vannak kimenetelei. És ez az, ami megváltozott, és én azt gondolom, hogy a nyugat felül érkező kritikánál ők ezt hiányolják. Én azt gondolom, Áronnal egy picit vitatkozó, hogy szerintem a rendszerváltozást azt akarta a nyugati elit is, tehát ez az európai, észak-amerikai, atlantista elit ezt alapvetően akarta. De azt nem akarták, hogy ezek az országok gyakorlatilag a saját szuverenitásuk szerint, saját érdekeik szerint politizáljanak, saját érdekrendszereket, saját szövetségi rendszereket alakítsanak ki, gazdasági, politikai, kulturális, stb. Mi lehetne sorolni mindenféle értelemben. És ez egy nagy változás, és ezért van az, ezzel függ össze szerintem az, hogy 2006 az mai napig is úgy emlékeznek vissza, hogy akkor volt sajtószabadság, akkor volt jogállamiság, akkor nem voltak igazából különösebb problémák, noha látjuk és visszaemlékszünk, és ezeket nem felejtjük. Miközben meg azt mondják, hogy tényleg itt volt a bejátszásban is Sargentini asszony, aki ilyen euforikus örömbe és egy ilyen standing ovation föláll az egész parlament és tapsol. Tehát ezek ilyen furcsa eszmélések, de ennek a historikus diakron folyamatnak az eredménye, ami 90-ben volt a magyar politikai elitnek a hozzáállás, és nem csak a politikai elitnek, a kulturális elitnek, az értelmiségnek a hozzáállása, egy részének a hozzáállása, és ahova mára jutottunk, amit megértettük és felfogtuk azt, hogy vannak saját érdekeink. És látszik az, hogy például Szlovákiában például hány kormányfő volt az elmúlt 4-5 évben, és mindegyik hasonlóan gondolkodott. De ugyanez igaz Lengyelországra is, ugyanez igaz Csehországra, Horvátországra, Szlovéniára. Tehát, hogy ez más országok is egyszerűen fogalma leesett nekik, hogy mit jelent az, hogy nemzeti szuverenitás, és mi a saját választópolgárok érdeke. Igen, és szerintem majdnem minden konfliktusunk, hanem minden konfliktusunk ebből ered. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk Magyarországot hogy kezelték 1989 előtt, ugye volt egy birodalom, Moszkva volt a központja, úgy tekintettek ránk, mint amely úton van valami felé, úton van. A kelet mit fog szólni? És akkor az volt, hogy Moszkvában mit fognak szólni, kelet mit fog szólni. És ugye mi voltunk a lemaradt régió, aki úton van, majd egyszer-egyszer odaér, ahova kell. És ez egy utánzás volt, ez egy... Most a kommunizmusról beszélsz, ugye? Igen, de ezt most ugyanaz történt a rendszerváltoztatás után, ugyanaz az elvárás volt, és Magyarországon volt egy olyan kulturális, politikai és gazdasági csoport, mondjuk azt, hogy egy elit csoport, aki ezt a mintakövetést megvalósította. És ez a mintakövetés a nyugatnak nagyon kényelmes volt. Sőt, a nyugat belállt ugyanabba a birodalmi gondolkodásba, hogy igen, van egy elmaradott régió, de majd jön fel hozzánk, fejlődik a progresszió során, és most azt vették észre, hogy hoppá, nem követnek minket, hanem egy saját utat járnak. Ja, úgy is hívták, hogy utolérő, nem forradalom volt 89-90-ben, hanem utolérő forradalom maximum. Tehát, hogy utol kell őket érni ez a forradalom. Egyébként nem véletlenül van az is, hogy Schmidt Máriát tudnám ide idézni, hogy ugye ő elvárja azt, és ő mindig azt mondja, hogy ne rendszerváltásnak, hanem rendszerváltoztatásnak nevezzük. Pontosan azért, hogy benne legyen az a tevőlegesség, az egész rendszerváltoztatásnak a magasztossága, hogy ezt mi érjük el, hogy mit teszünk azért, hogy változzon ez a világ. Hát ugye Antal József mondta, hogy rendszert az ember változtat, gatyát vált, rendszert változtat. Igen. És hát erre még egy gondolatot, hogy pont a mostani Mandinerben Varga János Korvin közi harcos, szabadságharcos egy interjút, és föltesszük neki azt a kérdést, hogy milyen a világ 57, és amikor a 60-as évek elején szabadul, között, tehát hogy egy 6-7 év börtön után milyen volt, milyennyire volt más. És azt mondja, más volt az ország, de azért volt más, mert megtörték ezt a nemzetet, mert börtönbe csukták, mert elüldözték, mert emigrációba kényszerült, mert kivégezték, és innentől kezdve nem kell, de hát emlékezzük, az egyik a Déri Tibor írja a visszaemlékben, a naplóiba, amikor ő is az nagy amnesztia idején, talán 63-ban szabadul Déri, akit szintén nem lehet jobboldali elhajlással vádolni, és megkérdezik tőle, leírja egy baráti beszélgetést, hogy na mikor jön az első új regényed? Regény, azt mondja, hogy csak élni akarom, élvezni a napsütést, a sétát, a szabadságot, és majd egyszer valamit élni, de én már itt nem arról van szó, hogy tehát ezek az emberek kijöttek, és ők csak élni akartak, és nyilvánvalóan a valódi forradalmárok, mint amilyenek a Korvin köziek voltak, ők egész a 80-as évek végig másodrendű állampolgárok voltak, folyamatos megfigyelés alatt álltak, egy nagyon erős üvegplafon volt fölöttük, hogy nem juthattak följebb, csak bizonyos munkát vállalhattak, csak bizonyos
pénzt keresettek, tehát ezt a generációt megnyomorították, de aminek örült utána, és hát persze a gulyás kommunizmus volt, ez a szó is egy milyen álságos, egy gulyás kommunizmus, egy ilyen szépítő dolog. Uh-huh. Azért volt gulyás kommunizmus, nem azért, mert ez milyen jó volt a Kádár, meg mennyire kiváló ember, hanem ennek a nemzetnek a gerincét 56-ban eltörték. És ezért egy hallatlan, felháborító dolog 2006, hogy ezt meg utána újra eljátszok. 56-ra mindjárt kitérünk még, de azért mégiscsak lenne elsősorban most Áronhoz egy nagyon személyes kérdése, mert a fiatalokról kellene beszélnünk. Ugye az, aki 2006-ban született, most 15 éves, az, aki akkor 3-4 éves volt, jövőre biztosan szavaz. Elég fiatal ember vagy, Áron. Hogy jutottál el ezekhez az ismeretekhez, amit 2006-ról beszereztél? Most a generációról beszélj egy kicsit, kérlek. Hogy lehet velük megismertetni, hogy megtudják ezt, és ennek tudatában álljanak a jövőnek? Nem egy spontán dolog szerintem az emlékezés, tehát nem arról van, nálam, az én esetemben se arról van szó, hogy időről időre felötlenek bennem 2006-nak az eseményei, hiszen pontosan erről van szó, hogy azért egy... Tizenéves voltál. Így van, és ráadásul vidékről jövök, tehát ott azért ezek mérsékeltebben zajlottak, még hogyha meg is mozgatták egyébként a városnak a társadalmi szövetét ezek az események, természetesen vidéken is. Viszont... Amikor azt mondom, hogy nem egy spontán emlékezésről van szó, hanem hát akarni kell az emlékezetet is, és nyilván... Annak, aki emlékezik, vagy annak, aki emlékeztetni akar? Hát ez a kettő összetartozik, mert az emlékezet közösség felöleli mindkettő pozíciót, és hát a magyarság az mindig is egy emlékezet közösségként mutatkozott erősebbnek, mint a nyugati, más európai népek jelenleg. Szóval azt tartom ebben az összefüggésben nagyon fontosnak, hogy például a német társadalom egy érdekes példa, amit Zoli is kiemelt, hogy a németeknél ismert az utólagos engedetlenség fogalma. A németek kiválóak abban, hogy hogyan kell utólag engedelmetlen, tehát hogyan kell utólag megtagadni az engedelmességet Hitlernek. Tehát mondjuk 60 évvel később, hogyan kell engedetlennek lenni Hitlerrel szemben. A magyaroknak ezzel szemben azzal kapcsolatban vannak tapasztalataik, hogyha szemben állnak egy elnyomó hatalommal, akkor itt és most hogyan kell szembeszegülni vele. De ez egy nagyon fontos különbség, és szerintem 56-nak az emlékét 2006 felelevenítette. Tehát egy emléknyomot, ami a kollektív tudatban jelen volt, de elkezdett semlegesítődni, azt felszínre hozta a 2006-os tapasztalat. Számomra az a kérdés, hogy a következő generációkban egyértelmű választ erre nem tudok adni, de a kérdést így tudom visszhangozni, hogy mi az az esemény, vagy mi az emlékezett közösségnek az a dinamikája, ami megint felszínre tudja hozni ezt a realitásérzéket. Hát a film, meg mi mondjuk, szóval most minden esetre 2006 után visszaugrunk az időben, még 50 esztendőt. Mai szabadságunk teljesen nyilvánvalóan az 1956-os forradalomból, a forradalmunkból sarjadt ki. Ez áll az alaptörvényben is egyébként. A folytatásban most tehát arról beszélgetünk, hogy melyik oldal miként viszonyul az 56-os forradalomhoz, és annak szereplőihez. És most itt egy történetet hadd mondjak el, a 70-es évek végén stoppal érkeztem Keszthelyről Budapestre, és egyszer csak az M7-esen megnyomta a Dudát az, akivel utaztam. Kérdeztem, hogy miért? Hát mondta, hogy itt ki van írva, hogy Budapest 56, igaz, hogy mögé van írva egy kilométer, de ez most annyira nem számít egyébként, azóta dudálok ennél az 56-os kilométer, most az van kiírva, hogy Budapest 56, mert a kilométerek már eltűntek. Már a lányaim is dudálnak, tehát örökítettük szépen. Szóval mi így álltunk hozzá, hogy áll hozzá most 2021-ben a két oldal 56-hoz, és volt ebben változás, mondjuk 30 évvel ezelőtthöz képest. Ugye Szekér Nórának és Riba Andrásnak van a Nagy Imre Kó című könyve, az jó mutatja, hogy 89. június 16-án például mi történt, milyen átfestés. Én azt gondolom, hogy és az Áronnak a szakterülete, és én hoztam egy verset, nagyon messziről hoztam, elnézést kérek, tengeren, óceánon túl, Argentínából, egy négy sor az egész, mert hogy az emlékezésnek vannak terei, vannak konkrét terei. Áron legszebb példája erre, hogy a Bem József tért, ha nem Bem József térnek hívják, és nem állott a szobor, akkor soha nem indul el onnan a forradalom, ha Virágtérnek hívják, és egy virágszobor van. És vannak szellemi, lelki terei. És az előző kérdésedre is egy nagyon rövid választ adnék, és vissza is adnám a szót, ha megengeditek. Ez Borges írta ezt a verset, és az a cím, hogy emléklap Suárez ezredesnek, a Junini győzőnek. Tudom, jól mondom, nem tudok spanyol. E sorokat dédunokája írja, s a vér távolából elér hozzá egy hallgatag hang.
Kit érdekel az én junini ütközetem, a dicső emlékcsupán, vizsgára megtanulandó dátum, helyszín az atlaszokban. Az ütközet örök, és megvan a látható trombitás hadseregek pompája nélkül. Junin két civil, akik az utcasarkon egy zsarnokot átkoznak, vagy egy börtönben haldokló homályos férfi. Hát szerintem itt van a dolog elásva, vagy a lényeg elásva, hogy nem biztos, hogy véres események kellenek ahhoz, hogy ezt a szövetet újra feltépjük, vagy mozgásba lendítsük ezt az emlékezetpolitikát, hanem napi szorgos munkával is el lehet ezt érni. És ezt hogy lehet elérni? Természetesen az oktatáson keresztül, és a családi legendáriumoknak az átadásán keresztül, vagy egyáltalán azzal, hogy beszélgetünk a gyerekünkkel. De az ütközet örök, azt írja ugye. Az ütközet örök, de megvan a hadseregek látható trombitás pompája nélkül is. Igen. Tehát az ütközet örök. Ebből az induljunk ki, mert ugye 1100 év magyar történelme leírhat úgy is, hogy a magyar szuverenitásért és függetlenségért vívott harcok sorozata, Árpádházi királyainktól kezdve mondjuk egészen máig, 56 is leírhat úgy, a magyar szuverenitásért folytatott küzdelem. Ezt emeli ki, ezt melyik oldal emeli ki, erről beszéljünk egy kicsit, és hogy ma mi a fontos nekünk ebben az 56-os történetben, mert a magyar szuverenitásért léptünk fel. Ha hülyek akarunk lenni hozzá, akkor ma is ezért kell fellépnünk. És akkor nincs Európa Egyesült Államok, ha jól értem. Igen, szerintem két olyan dolog van, ami nem feltétlenül tapad össze. Az egyik az egyén szabadsága, a másik pedig a nemzet szuverenitása. Ez jobb esetben egyébként egyben jár kéz a kézben, de a rendszerváltoztatáskor a baloldalnak az egyik az érdeke volt, a másik az kevésbé. A magyar baloldal akkor úgy gondolta, hogy az egyéni szabadságjogokat nyugati mintára meg kell valósítani. A nyugati mintákat követve el kell indulni azon az úton, hogy az egyénnek megadjuk a szabadságjogokat. Ellenben a magyar baloldal mindig is internacionalista volt, sőt egy olyan nyugatot látott, amely szintén egyre inkább kozmopolitává vált, tehát kezdte elmosni a nemzetnek a határait, kezdte elmosni a nemzeti közösségnek az értékeit, és hát ez valahogy egymásra találtak. És ezáltal a magyar baloldal emlékezett politikájában leginkább az ez maradt meg, és a nemzeti szuverenitás nincs ott hangsúlyosan. Szerintem ez nagy különbség, hát a jobb oldalon ott van a nemzeti szuverenitás is, mint 56-os érték. Ez a legfontosabb különbség, mert végül is 1956-ban, ami történt, az pontosan 1956 évvel korábban eseménybe gyökerezik, most pedig már 2011 éves történetbe. Magyarul egy emberi közösség, ami megnevezte magát, és magyarnak nevezte magát, elhatározta, hogy államot alapít Európában, Európa közepén mondjuk, hogyha már közép-európaiak vagyunk, és az István királynak a nagy ikonikus szava, hogy veled uram, de nélküled, hogy egy közösségbe belép, de önállóan, nem pedig csatlakozik a keleti frankokhoz, vagy a Morva Birodalomhoz, vagy bárkihez, hanem önállóan maga dönt a sorsáról. És ugyanez a kérdés vetült fel 1848. március 15-én, 1956. október 23-án, és ez teljesült be nagyon nagy intermezzo után, 1989-90-ben, ez a nagysága, ezt adta vissza nekünk, ezt kell megvédenünk. Ezt kell minden nap meg kell védenünk. És ami megtörtént Lengyelországgal, az megtörténhet velünk is. Ez az alkotmánybíróságos dolog, mert ez azt jelenti, hogy semmibe veszem egy nép akaratát, egy nép választott testületét, hanem önkényesen értelmezem annak a népnek az életét, a jogi kereteit. És ez már birodalom, és a birodalom csak elnyomásra épülhet, semmi másra. Egy birodalom nem demokratikus, az elnyom. Szokták azt mondani, hogy a forradalom nélkül nem lett volna rendszerváltás, vagy szokták azt mondani, hogy 56 nélkül nincs 89, de ezt meg is lehet egyébként fordítani. Tehát lehet azt is mondani, és ez most elsőre a történeti logika szerint nagyon furcsa fog hangzani, hogy 89 nélkül nincs 56. És arra utalnék vissza, hogyha a politikai szabadságnak a feltételeit nem tudja megteremteni a magyar nemzet, akkor végső soron, amiért az 56-osok küzdöttek, nem tudott megvalósulni, és az emlékük eltűnik. Viszont, hogyha ez megvalósul, és ez az örök harc, amiről beszéltünk, és amiről a vers is szólt, akkor viszont van 56. És jelenleg úgy néz ki, hogy meg tudunk majd emlékezni 56-ról, most is, ahogy ide jöttem be a stúdióba, elmentem azon az utcasarkon, ahol lelőttek az egyik cigány magyar nemzeti hősünket,
és hihetetlen az, hogy még mindig ugyanezenek az utcákon járunk, és ezek az emléknyomok, ezek újra tudnak keringeni a jelenben. És ez azért lehetséges, hogy újra tudnak keringeni, újra és újra ezek ezek a nyomok, meg ezek az emlékezetnek a helyei jelen vannak. Ez azért lehetséges egyáltalán, mert a politikai szabadságnak, és nem az egyéni életstratégiáknak a feltételei adottak, mert az egyéni életstratégia a kommunizmusban, meg egyébként még nagyjából utána is, az gyakran például kivándorlást is jelenthet. Viszont azt, hogy magyarok itt a Kárpát-medencében közösségként megmaradjanak, az a politikai szabadság. És 56 ilyen értelemben akkor van, hogyha van 89, hogyha van 2006, hogyha van 2021, ahogy most itt ülünk, és még biztos vagyok benne, hogyha találkozunk valamikor a jövőben, tudunk további évszámokat mondani, hogy pontosan miért él még mindig 56-nak az üzenete. Hát gyakorlatilag én ebben nagyon egyetértek, tehát a jövő teremtő ereje a múltra. Ez egy ugye állandó filozófiai vita, hogyha mondjuk egy kiváló író, mint amilyen Tamás is ír egy regényt, és az a világ legjobb regénye. De senki nem olvasta el, hanem ő azt bedobta a Dunába. Az létezett? Nem létezett. Én szerintem nem létezett, hanem akkor ennek a regénynek ezt kell, hogy olvassák, ezt kell, hogy alakítsa az emberek tudatát, alakítsa ezáltal a sorsunkat, a jövőnket, a történelmünket. Gyakorlatilag ilyen szerintem a nemzeti emlékhelyek ebből a szempontból kiemelkedően fontosak, és ilyen szempontból a 301-es parcella az egyik kiemelkedő emlékhelyünk, ugyanis, hogyha azt nézzük és arra gondolunk, akkor az korábban egy elhagyatott, egy erdős, bozótos területté vált, ahol a hősök feküdtek. És ez azáltal lett azzá, ami ma, hogy az egyik legfontosabb emlékhelyünk, ahova visszatérünk, mert ez később egyébként ma is egy bozótos, elhagyatott és az idővel elfeledett terület lenne. Tehát ezek nagyon fontos, hogy a jelen és a jövő az a múltat teremtse, és a múlt az nem csak úgy van, hogy persze azt el kell mondani. Ezért fontos a kronologitás, ezért fontos az, hogy a történelmet tanítsuk az iskolákba, ezért fontos az, hogy a történelmet ne ilyen patchwork-szerűen tanítsuk, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, most érdemes ebbe belekapni. Ez az oktatás politikának az egyik legnagyobb kihívása és vitája, hogy létezik-e a kronologitás, és így kell tanítanunk a történelmet, a magyar irodalmat, a világirodalmat, ezáltal nem az a lényeg, hogy mi tudjuk, hogy mikor volt a Kurszki tankcsata, meg és akkor itt Borkeszra ítél, hogy a mi történelmünknek az egyéb fontos, hogy Pákhoz vagy Mohácshoz, most pontosan mikor volt, hanem az a lényeg, hogy tudjuk, hogy ez mögöttünk van, tudjuk, hogy ez mit jelent, ha akarunk, oda tudunk menni, meg tudjuk érteni, bele tudunk szagolni, és ez egy magyarnak jelent valamit. Egy magyarnak jelent valamit a Kerepesi temető, egy magyarnak jelent valamit Mohács, egy magyarnak jelent valamit az utcasarok, és akármit csinálunk, ez Barcelonában nem fogjuk érezni. Gyönyörű, fantasztikus templom. Erről szólt tulajdonképpen az Orbán kormány épületpolitikája. Hogy újjáépíti ezeket a várakat, újjáépíti a lerombolt, nagyon gyakran megmentésre érdemes épületeket, amelyeket a háború után a kommunisták szimbolikus okokból leromboltak. Tehát a rombolásnak is van egy szimbolikája, egy eltüntetése egy kornak, egy eszménynek, ami áthatotta az embereket akkor, és az újjáépítésnek is van egy szimbolikája. Nagyon gyakran elgondolkodtam azon, hogy mi történne akkor, hogyha egy csodálatos világban élnénk, szuper új épületek között, amit a legnagyobb tervezők terveznek, és egyetlen tárgyi emlékünk nem maradna a múltunkból. Tehát mondjuk húzunk egy cezúrát, 1990-től egyetlen épület nem maradt fönn, egyetlen vár, de még egy pityke gomb sem a Huszár mentéről. Akkor hogy tudnánk mi emberi közösségként létezni? Miből merítenénk az erőt ahhoz, hogy mi összefogjunk? Miből? Voltak egyébként ilyen utópiák, voltak olyan baloldali gondolkodók, akik azt gondolták, hogy csak akkor valósulhatna meg a teljesen igazságos társadalom, ha minden generáció új városokat építhetne. És még a térbeli elrendezkedésük is, az teljesen újra lehetne, minden generáció újra tudná szervezni magát. Ezzel szemben, ahogy már többször elhangzott itt, a konzervatív gondolat az, hogy egymásra rétegződnek ezek a dolgok. Hogyha én egy új házat akarok építeni egy városban, akkor nem építhetek akármilyen házat, meg nem építhetek egy új várost nyilván magamnak, hanem illeszkednie kell a meglévő házak homlokzatához az új épületnek.
és ez igaz az emlékezet politikára is, hogy van egy normativitása annak az emlékezeti térnek, ami körülvesz minket, és igaz arra is egyébként, hogy az egyéni szabadságjogok a politikai szabadsághoz hogyan viszonyulnak. Tehát ahogy az építészetben, és egyébként még a zenében is, mindig arról van szó, hogy egy pillér, vagy egy, teszem azt, egy hang, az nem követelhet magának minden figyelmet, hanem az egész harmóniáját kell szolgálnia. És ezért van az, hogy a legradikálisabb utópista elképzelés az tényleg az, hogy a semmiből építünk teljesen új, és a múlthoz, a múlt normativitásához és követelményeihez semmilyen viszonyulással nem rendelkező új struktúrákat. És csak ez egy gondolat, hogy ez azért is nagyon fontos. Csak egy gondolat. Azért is nagyon fontos, mert az emberi élet egyszerűen túl rövid ahhoz, hogy mindent újra alkossunk. Erről szól az életünk. Ez igaz az épületekre, de igaz a gondolatokra is. És ezért van az, hogy az ott esetben a kereszténység, a család, amelyek több ezer éves gondolatok, azt gondoljuk, hogy fenntarthatók és működőképesek, míg mondjuk a critical theory, meg a gender ideológia az lóg a levegőben. No, hát Tamás Járon ezt valahogy úgy fogalmazta meg egyébként, hogy az a leggyönyörűbb, hogy az apák és a fiak élete egymásra kapcsolódik, és tulajdonképpen minden bizonyos értelemben érték szerint változatlan, de jönnek egymás után az életek és egymásra épülnek. Nagyon köszönöm nektek a beszélgetést, köszönöm, hogy együtt lehettünk ma. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub, adásunk visszanézhető a mediaclick.hu per Kommentárklub oldalon és a YouTube-on is. Várjuk Önöket jövő vasárnap is. Köszönöm figyelmüket, Isten áldja Önöket!